nem egy közülük, ez a nemzetközi bajnoksághoz igazított játékvezetői összeállítás. Bánfi Misi, Törzsök Tamás, Németh Marci és Vári Tomi a hazaiak csapatkapitányai, és nagyon remélem, hogy a vendégek neveivel kapcsolatban nem leszek túlságosan nagy tévedésben, mert hát eléggé hektikus a leadott jegyzet. Szóval 32-es számmal Stefan Gilic, 22-essel Iván Goloveskin, 56-ossal Alexander Romanenko, és 50-essel pedig Alexander Semcsukov a vendégek csapatkapitányai, és a pénzszabadobás eredményét is azonnal megtudjuk. The coin toss won by the home team. They deferred for the second half. The game gonna start with the receive of the Spartan teams. Cowboys kirúgással kezdődik meg tehát a mérkőzés. Azt hiszem, hogy ezt szokásos felállásnak mondhatjuk, hogy a Cowboys majdnem minden esetben elhalasztja a választást, hogyha ők nyerik a pénzfeldobást, tehát a vendégek támadhatnak ezen a mérkőzésen először. Ugye érintettük a moszkvaiak utolsó éles meccsét, ez ugye az orosz bajnoki döntő volt szeptember 2-án, hát ugye az orosz éghajlatról tekintettel ők ugye a nemzeti bajnokságot inkább a nyár közepére időzítik, szóval ekkor léptek pályára utoljára, és egy 7-3-as nagyon szoros védekező csatában nyerték el az orosz bajnoki címet, a szintén moszkvai Patriots ellen, és őszintén szóval annak ellenére, hogy ez egy bajnoki döntő volt, én igazság szerint nem vonnék le abból sem messze menő következtetéseket arra, hogy milyen játéktervel készülnek idén, mert hát elég furcsa dolgokat láthatunk azon a mérkőzésen, hát támadó oldalon többek között három irányítót is elhasználtak, annak ellenére, hogy nagyjából egyforma teljesítményt hoztak, és egyikük sem sérült meg, szóval eléggé furcsa edzői döntés volt, hogy hárman is irányítottak a Spartansnál. Minden esetre sikerült megnyerni a meccset, tehát hogyha más nem, ez egész biztos igazolja a dolgokat. Daniel Mark kirúgásával kezdődik meg ez a mérkőzés. 11-es számú Alexander Yatsunenko várja a labdát a saját 10 yardosán belülről, hogy visszahordjon a moszkvaiaknak. Oldalra száll a labda, és nem sikerül elsőre elkapni, ugyanakkor indul a visszahordás, avval körülbelül 10 yardot sikerült megtennie Yatsunenkónak. Nem vagyok benne biztos, hogy így kell ejteni a nevét, de mindegy, szóval esős 10 lesz a saját 20-asáról, kezdheti meg a támadást a Spartans. Ha jól látom, akkor az egyes számú Pavel Voronenko, aki az én papíromon wide receiverként szerepel, áll fel az első támadó play az irányító pozícióban, ez egy középső futás, körülbelül 1 yardért. A 45-ös Denis Pronkin kapta ezt a labdát, és tett hozzá 1 yardot, hát igen, az ő futásai, illetve az ő futása hozta meg a bajnoki győzelmet a Spartans számára. Szeptemberben egyébként azon a mérkőzésen összesen 7-szer futott, összesen 20 yardért és 2,85 százados átlagért, tehát egy elég kemény erőfutó, akivel azért hosszú távokat nem tesz meg a vendégcsapat, de egészen biztosan segíthet felőrülni a védelmet és fárasztani a játékosokat. Ebből a futásból meg lesz a first down. Szépen mozogta ki az első szerelést a 49-es Maxim Kistkin, és egészen a 31-esig jön így előre a vendégcsapat. Első és 10 lesz. Első és 10 a saját 31-eséről folytatja a Spartans. Továbbá is Voronenko irányító pozícióban. Hát küld a túloldalra a futóját, és kapja is a labdát, ott viszont nincsen hely, nagyon szépen tolódott a védőfal, és zárták el a területet a futó előtt. Arató Miki szerelése, hogyha minden igaz, körülbelül 1 yard negatívot
eredményez. A Cowboys, illetve a Spartansnak második és hosszú szituáció következik. Meglátjuk, hogy cserélnek-e bármilyen módon taktikát, illetve harcmodort a vendég oldalon. Ugye tudjuk azt, hogy elég keveset passzolnak, ez is kiderült abból a mérkőzésből. Hát körül futóját a túloldal az irányító, és most egy hosszú passzhoz néz körül. Elég hosszan megdobja ezt a labdát, és nagyon üresen marad az elkapó. Azt gondolom, hogy volt egy kis kontakt még azelőtt, hogy le tudott volna szakadni a rajta védekező játékosról, hogyha minden igaz, Demeter Ádámról. Ugyanakkor sikerült befutni ezt az útvonalat. Gyors vezetés szerez tehát a vendégcsapat, a 11-es szám Alexander Jacsonenko szerzi meg ezt a touchdown-t, 6-0 tehát, és egy rugó play a vendégektől, a 94-es számú Omari Grinyev vállalja ezt a rugást. És ez a rugás az jónak tűnik, így is van, 7-0 tehát a mérkőzés első drive-jából a vendégeknek. Szép passzjátékot láttunk, 11-es számú Jacsonenko felé, 6 labda szállt ezen a bizonyos döntőn. Ugye nyilvánvalóan nem túlságosan fontos ebből ennek a mai meccsnek a szempontjából, hogy hogyan alakult az orosz bajnokság tavaly, de mégiscsak, hogy legyen egy kis hivatkozási pontunk, én kijegyzeteltem magamnak a srácok teljesítményét, szóval 6-ból 4-et kapott el ezen a bizonyos döntőn, és első számú visszahordóként is szerepelt pántoknál és kickoffoknál, szóval mindenféleképpen az egyik legtöbbet használt támadó játék a vendégeknek. Egy touchdown kerül a neve mellé, és a kirúgás után támadhat a Cowboys. Úgy veszük, támadásban már most többet teljesítettek, mint azon a bizonyos bajnoki döntőn tavaly. Ettől függetlenül az ottani ellenfél egyáltalán nem rendelkezett olyan támadó fegyver arzenallal, mint amilyennel a Cowboys rendelkezik, szóval egyáltalán nem kell megijedni ettől a korai eredménytől. Cowboys oldalon gólit az Zoltán, a Jinkon Hankinson leszek, a visszaordó gólit az Zoltán, visszaordás az endzomból indul, és érintés nélkül megy előre 25 yardot, ahol aztán lekapcsolják, és jön egy szabálytalanság is a szereléskor. Azt gondolom, hogy nem szabadott volna a szerelés közben. Rossz helyre nyúlt a második érkező Spartans játékos, de nyilván a bejelentésből fogjuk megtudni pontosan, szóval fogták már a lábát Golitának, és a második ember környékén lehetett a szabálytalanság. Block below the waist, kicking team, number 32, 15 yard penalty, first down. Így is van, tehát hozzáadnak még az előző legmegszerzett mezőnypozícióhoz 15 yardnyi büntetést, és itt már egészen jó helyről, a 42 yardos vonalról kezdheti meg a következő támadást a Cowboys. Első és 10 lesz, feltéve, hogy a nyalók a crew is elfoglalja a helyét az oldalvonal mellett. Játékvezetők engedik feladni a snappet most már. Lehman Albert futása az első playból, körülbelül 2 yardot hoz. A HFL mérkőzésen múlt héten láttuk azt, hogy Troy Baker edző nagyon kiegyenlített szerepet szánt a futóknak, mind Vakarcs Gergő, mind Lehman Albert fönt voltak úgy nagyjából az offense drive-ok felében, és még Zsilla Dániel is lehetőséget kapott, szóval mondhatjuk azt, hogy bár megvan Vakart személyében az első számú futó, de azért Lehman Albert is sok lehetőséget kap. Boros László elkapásával meg lesz a first down. És a félpályán is átjut ezzel a Cowboys. Ugyanígy az elkapókat is elég jól rotálta a Cowboys támadó egysége az első mérkőzésen. Vári Tamásnak 24-ből 13 passzal egy sikeres, és összesen 4 TD-ben játszott szerepet, 3-at passzolt és 1-et futott egy QB snake-kel, szóval őnek is nagyon jó meccse volt. Lehman Albert a szélen üresen, és lendületből hozzá tud tenni még egy yardot. Szép elkapás volt,
magának hátrafelé haladva. Ugyanakkor ebből sok előadás nincsen, attól függetlenül az, hogy a passzjátékok működjenek, az ilyen playek is nagyon jó alapot szolgáltatnak hozzá. Második és 9 lesz, illetve annál egy kicsivel több. Dániel Márk és Círók Marci most a hozzánk közelebb eső oldalon, túloldalon pedig Mészáros Marci és Boros a fal szélén. Fliegsor után egy passz, Mészáros Marci elkapás, és ezzel lehet még menni. Nagyon szépen lépett ki rajta a lecsúszó szerelési kísérletből, és egészen a 10 yardon belülre jön így a Cowboys. Nagyon szép játék. Első és góllal folytathatja a Cowboys. Mészáros Marci összesen 4 labdát fogott meg 7-ből, ami feléje szállt, és 2 touchdown tett hozzá a múlt heti teljesítményhez, szóval neki is nagyon-nagyon jó meccse volt. Vakacs Gergő most futóként ebben a formációban, első és gól lesz, nagyjából 9 yardot kell tenni a pontszerzésig. Play action után egy pass, Círók, és az irányváltás jó, és megvan a touchdown a Cowboysnél, 6-7-re zárkózik a hazai csapat. És azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon szépen felépített drive-ot láttunk, amiben ültek a játékok, és annak ellenére, hogy ugye a Spartans az előző drive-ban egy darab nagy játékból csinálta meg a pontszerzést, ettől még az egyáltalán nem biztos, hogy egy ilyen hosszú elhúzódó drive során is úgy működnék náluk a végrehajtások. Cowboys oldalon viszont mindez ül, szóval egy nagyon szép drive-ot láthattunk pontszerzéssel a végén, és Dániel Márk hozzátett még egyet a rúgással. Ez a rúgás viszont laposra sikerül, és Círók Marci rávetődik a labdára, hogy ne legyen belőle visszahordás. Nincs meg tehát az egyenlítés, viszont a támadó drive az nagyon jól sikerült. Láttuk ugye az előző mérkőzésen is, hogy 2 ilyen laposra sikerült rúgást is blokkolt a Kiev Capitals special teamje, szóval ezen van még mit dolgozni. HFL szinten legalábbis, ugye tudjuk, hogy ezek a rúgások és a field goalok is nagyon jól működtek a junior szezonban, elég sokszor elmondtuk már Dániel Márkról, hogy ő lett a döntő MVP, 3 darab field goallal nyert a Cowboys U19-es csapata a döntőben, szóval egy nagyon biztos lábú rúgóról van szó, és nyilván nagyon fiatal még, lévén, hogy junior, de rengeteg lehetősége lesz még fejlődni, most is már letette a névjegyét field goalokkal elsősorban, most pedig a kirúgást is ő végezheti majd el. Ismételten a 11-es számú Jacsunenko lesz a visszahordó, a saját 5 yardos a környékére várja ezt a rúgást. Dániel már kirúgása ehhez képest rövid, a 30-astól indul egy futás, és körülbelül 6-7 yardot sikerül hozzátenni lendületből. A 94-es számú Omari Grinyev futását láthattuk, ugye a vendégek oldalán ő a rúgó, és egyébként pedig egy védő falember. Láttuk a Cowboys-től több alkalommal is ezt a döntést a kirúgásokkor, hogy inkább a kevésbé veszélyes visszahordó zúgnak egy rövidebb rúgást, ugye ezzel feladnak némi területet, de tudjuk azt, hogy Cowboys története során voltak már bajok nagy visszahordásokból, szóval mindenféleképpen egy jó döntésnek minősül ez, nem beszél az onside kickek lehetőségéről. Első és 10 lesz a saját 40-eséről, indíthatja meg a támadást a Spartans, ezt a futást 4 yard után lekapcsolják. Keményen erőből oldották meg. Második és 6 következik. Rossz a snap, és csak összeszednie sikerül az irányítónak. Róna Levi robbant be a lyukba, és biztosította, hogy az irányító már ne tudjon felállni a labdával kezében a földről. Harmadik és 11-re szorul vissza így a vendégcsapat, és mindenféleképpen itt kell kivédekezni ezt a támadást hazai oldalon.
tudjuk a Spartansról, hogy türelmesek, egyáltalán nem kockáztatnak, elpántolnák abban az esetben a labdát, hogyha itt most sikerülne kivédekezni. Egy futás középen, illetve a balra, és ebből nem lesz first down. Negyedik és öt lesz, és a sorcseréből következik, hogy elpántolja a Spartans, szép védekezés tehát a hazaiaktól. Omari Grinyev várja ezt a labdát, Jenkoan Hankinson pedig Cowbells oldalról a saját 15-ese környékére helyezkedik, szóval szép nagy rugásra számít a vendégek Panterétől. A becslés az jónak is bizonyul, a 15 yardos vonal környékén pattog ki a labda az oldalvonalon, tehát egy igen hosszú drive-ot kell vezetni a Cowbellsnek a következőkben. Az első drive során ugyanakkor igencsak szépen működtek a játékok. A támadófal bal szélén emeljük ki azt a Bryce Wilson-t, akiről a bajnokság előtt úgy tudtuk, hogy elsősorban a védelembe igazolta a Cowbells, de az első mérkőzésen is végig vakoldali tackle-t játszott, és nagyon szépen megvédte Váritom, itt nem engedett siettetést, úgyhogy elég jól szállt be a játékba, és most is ki kell majd tartani. Elég kemény peszrás van a vendégeknél, akkor is, hogyha nem hívnak túlságosan gyakran kifejezetten agresszív playeket, inkább a területet próbálják elvenni a támadó egységtől. Ugyanakkor nagy és gyors játékosok alkotják a front seven-t, úgyhogy mindenképpen oda kell figyelni. Ez a passzjáték nincs meg. Mészáros Marcinak rövid volt. A védőfalember kezei között próbálta átpasszolni Vári. Marad a mezőny pozíció, második és 10. Vakarcs Gergő van most futó pozícióban ebben az összeállításban. A mi oldalunkon Dániel Márk és Cirók Marci, erre is néz Vári, és Dániel Márk elkapása. Meg is lesz a first down. Illetve nagyon-nagyon közel lesz hozzá, harmadik és fél yard. Dániel Márk első elkapása ezen a mérkőzésen. Ugye tudjuk, hogy a HFL szinten első touchdownját szerezte a múlt heti mérkőzésen. Most is remekül száll be a játékba. A play action után egy passz befelé. Mészáros Marci kezei közül kipattant a labda, de össze tudta még szedni, és ezzel bizony meg lesz a first down. Egészen a 40-esig jön előre így a Cowbells. Remek lélek jelenléttel szelídítette meg a labdát Mészáros Marci. Az első mérkőzés alapján azt mondhatjuk, hogy most már lassan Mészáros tekinthetjük az első számú elkapónak hazai oldalon, vagy legalábbis a legtöbbet használt elkapónak. Most Vakacs Gergő futása, gyors irányváltásokkal próbálja meg megtalálni a területet. Nagyjából 3 és 4 között hozott ez a futás, és második kísérlet következik. Csere a vendégek védelmében. Igyekeznek inkább passzjátékokhoz alkalmas felállást kialakítani maguknál. Összeomlik a zseb Vári körül, és ott vigyázni kell a labdára. Szabálytalanság is jön. Itt mind a két oldalról sikerült közre fogni Várit. Meglátjuk, hogy hol a szabálytalanság. Minden esetre egyelőre úgy tűnik, hogy 10 yardot veszít ezzel a Cowbells. Meglátjuk, hogy alakítunk-e még ezen a büntető yardok kiszámításával. Personal foul. Face mask on the defense, 98. 15 yard penalty, automatic first down.
Sizsakrács ráncigálás, tehát a szabálytalanság rendkívül veszélyes, így a három kategória közül a legsúlyosabb büntetést kapja ez a szabálytalanság. Ezzel már át is jutott az ellenfél térfelére a hazai támadóegység. A 40 yardos vonaltól indul el a következő játék. Cirók és Mészáros most a hozzánk közelebb eső oldalon, és Boros pedig a támadófal szélén bal oldalon helyezkedik. Play action után egy passz középre, Cirók! Az elkapás tükör simán megvan, és még néhány lépésre sikerült legalább egy yardot hozzátenni az elkapás után, ezzel meg lesz a first down. Egészen a 28-asig jön így előre a Calbers, és ezt a drive-ot is nagyon-nagyon szépen építik fel, egyáltalán nem kell sehová se sietni, nem kell kockázatot vállalni. Az a lényeg, hogy az ilyen play-ek végrehajtása jól sikerüljön. Első és 10. Most viszont azt hiszem, egy időkérés miatt állunk egy fél percig. Time out. Spartans, first team time out. The remaining time for the first quarter is 2 minutes and 51 seconds. 2 perc 51 tehát az első játék részből, és kikéri az időt a vendégcsapat. Ugye ők is érzik azt, hogy sok yardot engednek ezekből a playekből. Persze ez önmagában egy védelemnek még nem feltétlen probléma, hiszen ugye próbálnak lehetőséget biztosítani a támadók számára, hogy kipihenjék magukat a következő támadó drive előtt, de minden esetre egész biztosan fel kell keményedni a vendégek védelmének, hogyha nem szeretnék további pontokat engedni. A saját, illetve az LFI 28-asáról folytathatja majd a Cowbells, ők is kihasználják az időkérés adta lehetőséget, hogy átbeszéljék a következő play-t. Első és 10 lesz. Első és 10 lesz. Szűken áll fel a támadófal. Boros is a bal oldalon. Belé blokkolni. Egy rövid passz Cirók fele, és le kellett hajolni, ahogy összeszedje ezt a labdát bokamagasságba, de elszállt a kezei között. Második és 10 lesz. Második és 10. Lehman Albert most futóként ebben az összeállításban. Cirók, Boros és Mészáros a túloldalon. Kimozog a zsebből, Vári, és érkezik a nyomás. Vigyáznia kell a labdára. Cirók Marci elkapja, de már az oldalvonalon kívül, viszont azt hiszem, hogy ezzel sikerülhet megúszni az intentional groundingot mindenféleképpen. Ugyanakkor harmadik és hosszú szituáció következik. Mezőnygólnak talán még egy kicsit messze van, úgyhogy mindenképpen meg kell csinálni, vagy legalábbis közelebb menni. Harmadik és 10. Átküldi most sok elkapót a bal oldalra, és sikerült bemozdítani a védelmet. Vári fejbe dobja az egyik linebackert a labdával, nem engedik tovább a játékvezetők ezt a play-t. Minden esetre a büntető yardokkal is jól járhat a Cowbells, feltéve, hogy nem láttak valamit másképp. Harmadik és 5 lehet, hogyha Spartans oldalon volt a bemozdulás. Offside. Offside! Defense, 98. 5-yard penalty, still third down. Ne tévesszenek senkit, ez csak egy offside volt, de az 5 yard így is él. Harmadik és rövid szituációra módosul így a play. A felállás viszont marad. Mészáros Marci most a bal szélen, Cirók a slotban, abban az irányban is tekint Vári, és megdobja a labdát. Nem értették pontosan, hogy mi lenne ez a play, ugye Mészáros Marci lett volna a célpont, de egészen máshova várta ezt a labdát. Messze túlfutott azon a pozíción, ahol a Vári dobta. Negyedik és rövid, és el lehet gondolkodni a mezőnygólon.
meg is lesz. Cirok Marci térdel le a 31 yardos vonalon, ami azt jelenti, hogy egy 41 yardról próbálkozik a Cowbells, és ugye a mezőnygóllal átvehetik a vezetést. Daniel Mark vállalkozik a rúgásra. Lapos a rúgás, ugyanúgy, hogy az extra pontnál, és ez nincsen meg. Maradt tehát a 7-6-os vendégvezetés. A sikertelen mezőnygól, ugye a sikertelen negyedik kísérletet is jelent egyúttal, tehát az előző mezőny pozícióban kapja meg a labdát a Spartans, és továbbra is az egyes számú Voronenko irányít a vendégeknél. Futójáték. És ha csak a szabálytalanság nem szól közbe, akkor ezzel meg lehet a first down, de valószínűleg közbe szól. Támadó oldalon volt egy holding, tehát szabálytalanul törtek utat a futónak, a 22-es számú Iván Goloveskinnek. Ugye ő az egyik legtöbbet használt futója a Spartansnak, és az orosz bajnoki döntőn tavaly harmadik számú irányítóként is pályára lépett. Abban a szerepkörben nem kifejezetten jeleskedett, 4-0-ás passz mutatóval. Minden esetre a handoffok jól sikerültek, és az ő irányítása alatt sikerült ezt az egy darab támadó TD-t összehozniuk. A büntető yardok kiszámítása után 20 yardot kell megtenniük a first downhoz a vendégeknek, viszont még mindig első kísérlet következik. Első és 20, play action után egy passzjáték, és van is üresen elkapó, és sikerül jó helyre dobni ezt a labdát. Demeter Ádám szerelése nincs meg, és sebességből utol kell érni. Németh Marci éri utol a vendégek elkapóját, még mindig golovesként 22-essel. Óriási játék a vendégektől, egészen a 12 yardosig jön nekik előre, de ugyanúgy van egy zászló, mint az előző playben is. Meglátjuk, hogy megmenti a büntetés a Cowbells-t. Úgy tűnik, hogy igen. A játékvezető a vendégek felé mutat. Ineligible receiver downfield on pass, offense. Five-yard penalty, repeat down. Rossz volt tehát a felállás, azt jelenti, hogy egy jogosulatlan elkapó állt fel olyan helyre, ahol hát nem állhatott volna fel. Ugye tudjuk azt, hogy a támadó pléjekben 7 embernek kötelező felállni a vonalra, és ezek közül egy hátrébb állt, hátrébb helyezkedett, és nyilván, hogyha ez egy olyan felállás lett volna, amivel trükközni tudhattak volna a vendég, akkor ezt előre be kellett volna jelenteni minden egyes pléj előtt, szóval... Szóval ez is egy büntetés a vendégeknél, és ez anulálja ezt a nagy játékot, ugyanakkor felhívja a Cowbells védelmének a figyelmét is arra, hogy mire kell egész biztosan figyelni, sokkal szorosabb emberfogásra lesz szükség. És ez pedig egy óriási szek, Banfi Misi és Bryce Wilson szekje, és ezzel... Hát körülbelül egy olyan 4 yardot veszít a vendégcsapat, és most már safety veszélyben. Második is nagyon hosszú, és kőkemény pass rush kell a vendégek a hazaiaktól, hogy esetleg 2 pontot sikerüljön védő oldalon is elhozni.
play action után egy passzjáték, és ebből egy interception születik. Golita Zoltán helyezkedett nagyon-nagyon jól, és húzta le ezt a labdát, és nagyon-nagyon jó helyről, a 20 yardos vonalon belülről kezdheti meg a támadást a Cowboys. Golita Zoltán interceptionje tehát. És hát nem passzolt túl sokat a vendégek irányító, eddig két nagyon szép passz láttunk tőle, ebből viszont egy interception született. Voronenko ugye egyes számmal továbbra is elkapóként szerepel a rosteremen, és ennek megfelelően korábban nem is láthattuk irányítani, viszont eddig úgy tűnt, hogy biztos kezű srác. Ez most egy hiba volt a részéről, Golita Zoltán részéről, viszont egy nagyon szép védekezés. Első és 10 lesz egész pontosan a 15 yardos vonaltól. Passzjáték, cirók, és tud még menni. Nincs TD, de megvan a first down, és első és gól lesz a következő már, nagyjából 3-4 yardról. Villan tehát a védelem után az offense is. Első és gól, és nagyon kemény odaérnek Várira, elég magasra kapta azt a szerelést, így fej és vál környékre. Körülbelül 5 yardot veszít így a Cowboys. Omari Grinyev szekje 94-es számmal, a 10 yardosról jöhet a következő play. Lehman Albert most ebben a formációban nem sikerül elindítani, vagy egy időkérés. End of the first quarter. Lepörögtek tehát a labda elindítása előtt az első negyed másodpercei. Egy térfélcsere után azonban azonnal folytatjuk. 10 yardról második és gól lesz, és 7-6-os vendégvezetés. Így kezdődik a második 12 perc. Támadhat a Cowboys. Második és góllal kezdi meg a második játékrészt a Cowboys. 10 yardról kellene bevinni, ez pedig első szándékból egy irányító futás, amit viszont nagyon jól olvas a védelem. Ez már az a védelem, ami az orosz bajnoki döntőn is kiváló teljesítményt hozott. Rengeteg pántra kényszerítették a városi rivális Patriotsot. Egy yard veszteség így. 11 yardról jöhet a harmadik kísérlet. Bemozdulás a védő falban, de ezt tovább engedik a játékvezetők. Megpróbálja szabad játékkal a hosszú paszt Vári. Mészáros felé száll a labda. Nem sikerült elkapni, de a büntető yardokkal kicsit közelebb jöhet a Cowboys, és marad a harmadik kísérlet. Offside, defense 96, half the distance to the goal, still second down. A 7 yardos vonalról indítják el a következő labdát. Harmadik lesz, és meg kell csinálni. A Vári passz a cilóknak jó.
Viszont a touchdownhoz kevés lesz, körülbelül a két yardnál, vagy maximum három. Tolták ki Cirokot az oldalvonalon, és negyedik kísérlet következik. Egyelőre semmi sem utal arra, hogy rúgással próbálkoznak Cowbells. Időkérés. Meglátjuk, hogy az átbeszélés után melyik egység érkezik vissza a pályára. Time out, Cowbells, first team time out. The remaining time for the first half is 10 minutes and 44 seconds. Rengeteg idő van tehát. A fél időig, szóval meglátjuk, hogy az átbeszélés után rugó playhez vagy támadó játékhoz állnak fel hazai oldalon. Ugye láttuk azt, hogy a rugások ezek egy kicsit döcögnek, tehát egy extra pont és egy field goal kísérlet is kimaradt már a mai mérkőzésen, de ennek is egyrészt előbb-utóbb el kell kezdeni működni, másrészt pedig tudjuk azt, hogy az ellenfelet védekezésben meg lehet szorongatni, szóval az a három pont is elég lehet bármire. Ugye tudjuk azt, hogy tavaly a HFL-ben elég komoly téma volt az, hogy sok csapat kihagyja azokat a lehetőséget, amikor három pontra mehetne, például az Eagles és a Nyíregyháza Tigers se túlságosan bátran vállalt rugó pléjeket. Pedig néha mérkőzések is múlhattak volna rajta. Ezúttal támadó pléhez áll fel a Cowbells, negyedik és gólra. Kiosztja meg az utolsó utasításokat Vári Daniel Mark felé. És nem sikerült beugratni a védőket, a bemozdulás megvolt, de nem lépték át a vonalat, így nincs szabálytalanság, és Cirok felé nem sikerült célba juttatni ezt a labdát. Már esés közben nyúlt a labdáért Cirok, és nem sikerült elkapnia. Ugyanakkor nagyon-nagyon mélyről kell, hogy elkezdje a következő drive-ot a Spartans, és a védelem kezében a lehetőség, hogy akár egy pontszerzést is hozzátegyenek két ponttal, vagy az előző ilyen gólvonal közeli szituációban. Golita ugye egy interception szerzett, szóval biztosjuk a védelmet, hazai szurkolók, nagyon jól esik látni, hogy így megszaporodtatok most már a mérkőzést, meg elég családias hangulatban kezdtük el. Azt hiszem, hogy lehet sokakat megtévesztett ez a két órai kezdés. Na mindegy, szóval 5 yardról kezdi meg a támadást a Spartans. És ha jól látom, akkor egy irányító csere a vendégeknél. Az első futással nem sikerül haladni, szóval a 29-es számú Kirill Svietkin áll föl most ebben az összeállításban irányító pozícióban. Ő is játszott egyetlen driverig az orosz bajnoki döntőn, passzjátékot egyáltalán nem kezdeményezett, csak futtatta a labdát. Második és 10 következik. Kimozog a zsebből Svietkin, és német Marcieri utól sikerült körülbelül egy yardot hozzátennie, ott viszont leszerelték. Zavar a vendégek oldalán, hogy egész pontosan kiket is küldjenek pályára. A következő playben visszatér irányító pozícióba Voronenko egyes számmal, és kikérik az időt. Úgy látszik, hogy sikerült zavart okozni a vendégek támadó egységében. Nincs meg tehát a játékterv a következő playhez. Time out, Spartans, second team time out. The remaining time for the first half is 9 minutes and 23 seconds. Közben van egy részeredményünk a másik CFL mérkőzésről, illetve az egyik másikról. 13-0-ra vezet a Bolzano Giants a Budapest Wolves ellen. Bolzanóban, Észak-Olaszországban. Amint lesznek eredményeink a többi meccsről, arról is beszámolunk. Ugye nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy mi lesz a közvetlen következménye ezeknek a meccseknek, tehát ugye a CFL
versenybizottsága majd csak a forduló lejátszása után dönt arról, hogy hogy fog kinézni, szóval nincsen ágrajz, nincs arról szó, hogy tudnánk, hogy melyik meccsnek a győztesével játszhatunk legközelebb. Minden esetre a Wolves egyelőre 13-0-ás hátrányban. Harmadik és 7 következik. Azt hiszem, hogy sietve kellett már elindítani ezt a labdát a vendégeknek, és egy hosszú passz Patrick Ogunji kiváló védekezését láthattuk. Túllopta az elkapóját Voronenko, 22-es számú gólövesként. Patrick Ogunjinak egy kicsit magasnak bizonyult ez a labda, de sikerült a kezei közé ütnie az elkapónak, és ez így egy jó védekezés, és ebből a mezőnypozícióból minden bizonnyal elpántolja a Spartans. Jankwan Hankinson a félpálya környékén helyezkedik, és várja ezt a labdát. És ez egy nem kifejezetten erős pánt, a fél pályáig se tudja elrúgni a labdát, kicsit rosszul találta el a vendégek pantere, így elég jó helyről. Az ellenfél 39 yardosáról kezdheti meg a támadást a Cowboys, maradt tehát a 7-6-os vendégvezetés. Első és 10 lesz. Mészáros Marci elkapása, repül egy zászló. Valószínűleg egy holding volt a falban. Mészáros Marci elkapása valószínűleg érvénytelen a büntetés miatt. An eligible man downfield on the offense, number 63, 5-yard penalty, still first down. Hibás felállás hazai oldalon is, meglehetősen szokatlan szabálytalanság. A Cowboys részével legalábbis 5 yard büntetést ír a Spartansnak, elsősorban első és 15 lesz. Első és 15, és ebbe a passzba beleérnek. Egyáltalán nem szükséges azért a labdáiről, nagyon őre menni, ugyanis egy sikertelen passz volt. Ha minden ez akkor a 99-es Artemi Rogoy leütött labdája. Második és 15 lesz így. Boros és Mészáros most a hozzánk közelebb eső oldalon, és Vakarcs futóként ebben az összeállításban. Vári hosszú passzhoz néz körül középre, Mészáros felé szállt, és egy védő is nagyon közel volt ez a labdához. Harmadik és 15 lesz így, és ez nagyon-nagyon messze van, szóval meg kell csinálni, hogy folytatassa ezt a drive-ot a Cowboys. Harmadik és 15, és kihasználják az időt, hogy átbeszéljék ezt a play-t. Valószínűleg már nincs túl sok a támadó órán, így is van. Elindítja a labdát a Cowboys, passzjáték Boros felé, és egyáltalán nem számított arra Boros Laci, hogy ő kapja majd ezt a labdát, nem fordult vissza.
Nincs interception, ugyanakkor 4. és 15, és pantolni kell, mert nagyon messze lenne ez a mezőnygóhoz. Magyar család érkezik, hogy átrúgja a labdát a vendégeknek. Magyar család rúgása, elég jó a hang time, oda is érnek a visszahordóra. Hagyják pattogni a labdát, nincs tehát visszahordás, és megint csak nagyon mérül a saját 7 yardosáról kell megkezdenie a támadást a Spartansnak. Magyar család egyébként a tavalyi szezonban minden mutatóban a top 3-ban végzett a Panterek között. Nagyon magabiztosan rugdos most már, különösen annak tekintetében, ahogy 2 évvel ezelőtt láttuk tőle, hogy minden egyes pánc során eljátszotta azt a lehetőséget, hogy esetleg megfussa, és ebből becsúszott egy-két szerencsétlen hiba is, de most már nagyon magabiztos, és az egyik legtöbbet foglalkoztatott Pantere a ligának. Ezúttal egy futójáték annyit a Spartans, és sikerül körülbelül 0 yardon lekapcsolni. Golit a Zoltán és Cirkos Dániel szerelése. Körülbelül 0 yardos játék. 2. és 10 következik. Igazítanak egy kicsit a down jelzőn, tehát pozitív yardos volt az előző játék, 2. és 9-el folytatja a Spartans, szűken áll fel a támadófal, extra blokkolók, egy motion a bal oldalra, és megy is ez a futás, és zászló repül a szerelési kísérlet környékére. Holding, offense, number 50. Half the distance to the goal, repeat second down. És most már igen csak safety veszélyes pozícióval folytathatja a Spartans. The penalty is declined. Third down. Így is van, szóval inkább a kísérlet elvesztését választotta a Cowboys edzői stábja, mint sem a büntető yardokat, így is egy elég nehéz helyzetben a vendégcsapat. 3. azt szeretné a vendégek védelme, hogy már csak egyet, illetve a hazaiak védelme, hogy már csak egyet kelljen kivédekezni, illetve egy plét. 3. és 7. Futás középen, és azzal nincs előrehaladás, körülbelül 1 yard van, de 4. kísérlet következik, és pantolnia kell a vendégeknek. A 45-ös számú Dennis Pronkin kapta ezt a labdát, azt hiszem, hogy ez a 2. futása volt a mérkőzésen, az ő touchdownjával nyerték meg az orosz bajnokságot tavaly. 4. és 4 lesz, és el kell pantolnia a Spartansnak. Ismételten Jacqueline Hankinson lesz a hazaiak visszahordója. A félpálya környékén helyezkedik, hogy várja ezt a labdát. Az előző pánt az nem sikerült kifejezetten jóra. Most is egy kicsit alacsony volt a snap, a földről vette fel a labdát a Panther, és Jacqueline Hankinson nem ér hozzá a labdához, hagyja inkább kipattogni. Viszont a labda pattogása a Spartans számára volt inkább jó. A saját 35-öséről támadhat a Cowboys, és szeretnénk orvosi segítséget kérni a pályára az egyik vendégjátékoshoz. A 96-os szám Alexander Kittin, ha minden igaz. Úgy tűnik, hogy nem tud ráállni jobb lábára. Lesegítik a társat, tapsot kérünk, jobbulást kívánunk. A saját 35-öséről támadhat a Cowboys.
első és 10 lesz. Lehman Albert futása középen. Ebből nincs előrehaladás. Nagyon jól olvassa ezeket a pléjeket a vendégek védelme. Sokkal többet alapoznak ezekre a bizonyos szerelésekre alapozott védő taktikára, sokkal kevesebb alkalommal hívnak blitzeket és támadják az irányítót, inkább elveszik a területet a támadóktól. Vári passza Mészárosnak jó, nincs first down, de sikerült célba juttatni. Harmadik és 5 lesz. Futában dobta el Vári Mészáros felé, aki viszont nagyon üresen volt. Harmadik és 5-tel folytathatja a Cowbells. Borost, Cirók és Mészáros most a hozzánk közelebb eső oldalon. Borost átküldi balra. Vári és Daniel Mark felé száll ez a labda, nagyon-nagyon gyorsan odaérnek rá a védők, nincs szabálytalanság, de nincs meg ez az elkapás sem. Negyedik és 5 következik, és érkezik vissza a punt csapat hazai részről. Negyedik és 5-re Magyar Csanád pántolja el a labdát. Inkább magas ez a labda, mint hosszú. A visszahordás a 30 yardos vonal közeléből indult, és azonnal odaérnek rá. A Cowbells játékosai, nincs tehát javítás a mezőny pozíción. A saját 35-ösek környékéről, inkább 34-ről kezdte meg a támadást a Spartans. Van közben egy részeredményünk a másik CFL meccsről. A Wolves zárkózott a Bolzano Giants otthonában, tehát 13-6 egyelőre. Ők még az első negyedben járnak. Első 10 lesz. Védekezhet a Cowbells. Futójáték, és sikerül sebességből megvernie a szöget zárni próbáló linebackereket a vendégek futójának. 2 yardot hoz ez a játék. Mészáros Marci, és illetve elnézést, Németh Marci és Jenquan Hankinson próbálták elzárni a területet a futó előtt. Második és 8 következik. Bemozdulás a védőfalban, és ezt nem is engedik tovább a játékvezetők. Nagyon nagy különbség volt a labda elindításához képest. 5 yardjába kerül ez a Cowboysnak minden bizonnyal. Offside, defense number 2, 5 yard penalty, still second down. Második és 2 lesz. Futás középen, azzal meg lesz a first down, és tud még menni a futó erőből. Egészen a 40-esig jött előre Dennis Pronkin 45-össel. A 41 yardos vonal lesz a hivatalos mezőnypozíció, de most már az ellenfél tér felén a Spartans első és 10. És ebből a futásból nincs előreladás.
két védőt is szépen kimozgott, a vendégek futója, Németh Marcit és Törzsök Tamást is, de utána összezárt előtte a fal. Körülbelül egy yardot veszít ezzel a Spartans, vagy talán egy kicsivel kevesebbet, de így is negatívban kapcsolták le a futót. Második és 11. Csere most a védelemben, hazai oldalon. Szűcs Kristóf érkezik a védőfal jobb oldalára. Második és 11. Play action után egy hosszú passzhoz néz kör az irányító, és ez nagyon jó helyre száll, meg is lesz az elkapás, és nagyon-nagyon közel a gólvonalhoz a vendégek játékosa, nincs touchdown, de ez már a harmadik olyan nagyjáték, amit sikerül ebben az összjátékban megcsinálni. A 11-es számú Alexander Yatsunenko, harmadik nagy elkapás, ugye egyet ezek közül annulált egy szabálytalanság, de ez az ő érdemeiből nem volna semmit, szóval nagyon oda kell figyelni ezekre a playekre hazai oldalon. Nincs még ugyan pontszerzés, tehát az előző hasonló erőfutásokkal egész biztosan meg fognak próbálkozni a következő három play során. Közben megint csak Kirés Viatki 29-essel irányít a vendégeknél, és egy erőfutással próbálkoznak, amiből továbbra sincs pontszerzés, második és gól lesz. Szét kell szednie a kupacot a játékvezetőknek, hogy megállapítsák, hogy pontosan hova rakják majd le a labdát, de nincs meg a pont, ez egész biztos. Szóval megint csak egy irányító cser a vendégeknél, 29-essel Kirés Viatkin. Ő az az irányító, ugye, aki az orosz bajnoki döntőn egyáltalán nem kezdeményezett passzjátékokat, nem tudom, hogy ebből érdemes-e kiindulni, minden esetre második és gól, és ezúttal eldobja ezt a labdát, nem sikerül azonban célba juttatni. Nagyon közel volt az elkapóhoz, épp a visszafordulás pillanatában érkezett a labda Yatsunenko felére, nincs elkapás, harmadik és gól egy yardról, és itt kell kivédekezni. Azt gondolom egyébként, hogy meg tudnák csinálni a mezőnygólt egészen biztosan, ugye nyilván ez egy extra pont távolsága, tehát azzal korábban sem volt probléma a vendégek oldalán. A harmadik kísérletet viszont meg kell előbb állítani. Erőfutás középen, és azzal meg lesz a touchdown, valószínűleg még nincs kéze, most már van, így is van, tehát 13-6-ra szerzi meg, illetve növeli az előnyét a Spartans, és meglátjuk, hogy hozzá tudnak-e tenni még egyet. Látjuk azt, hogy ez nagy valószínűséggel marad egy kevés pontos meccs, úgyhogy a kimaradt extra pont is számíthat. Megpróbálják tehát a hazaiak is blokkolni, vagy más módon megakadályozni a vendégek jutalom rugását. Úgy tűnik, hogy nem sikerült. Megvan a kézjel, tehát 14-6-os vendégvezetés. Two-minute warning. The remaining time for the first half, 1:58. Két perce van tehát támadni a Cowboysnek az első fél időben. Ugyanakkor nem menjünk el amellett sem szó nélkül, hogy a speciális csapatrész is nagyon jól szállt be a Kiev Capitals elleni mérkőzésen. Gól itt a Zoltánnak volt egy nagyon-nagyon szép, nagyon hosszú visszahordása, ami szabálytalanság miatt nem lett csak TD, de így is 80 yardos, szóval a speciális csapatrész is veszélyes lehet a Cowboysnél, ezúttal nem. Touchback lesz, saját 20-asáról két perc alatt kellene végigmennie a Cowboysnek. Nyolc pontos hátrányban.
Első és 10 lesz. Első és 10. Futójáték középen, Lehmann Albert körülbelül 3 yardot hoz, és hát ugye ez a pálya közepén véget érő játék, tehát pörög az óra is tovább. Gyorsan indítja el a labdát a Cowboys, nincsen huddle, nincs megbeszélés. Bemozdulás a falban, és ezt nem engedik elindítani a játékvezetők. Mind a két oldalon volt bemozdulás, kiderül, hogy kinél előbb, én Spartans oldalon láttam, de hát nyilvánvalóan hazabeszélek, szóval majd meglátjuk. Full start, offense 65, 5 yard penalty, still second down. A kutya fáját. Második és 10 a büntető yardok kiszámítása után. Továbbra is ugyanazzal az elkopó állománnyal dolgozik a Cowboys. Hosszú passz középre, Cirók felé. És hát ebből nincs elkapás. Négy ember között próbálta meg lehúzni a levegőből Cirók. Harmadik és 10 lesz. Harmadik és 10-re. A következő játék. Mészáros most a túloldalon. Hosszú passz, megütötték Várit, Boros pedig nem tudja befutni ezt az útvonalat, azt hiszem, hogy nem ide szerette volna dobni Várisen, de hátulról kapott egy ütést. Ez pedig azt jelenti, hogy el kell pántolni hazai részről, nagyon rossz helyen vannak, tehát itt nem kockáztathatnák meg azt, hogy elveszítik a labdát negyedikre, még a hátránya és a hátrövidőre való tekintettel sem. Negyedik és 10 lesz. Szép nagy rúgás Magyar Csanától, és a Cowboys szempontjából nagyon jó irányba is pattan ez a labda. Egészen a Spartans 20-asáig sikerült így hátra juttatni a labdát, ugyanakkor van még egy zászló is, amit azért még várjunk meg. Úgy tűnik, hogy holding a Spartansnál, vagy legalábbis ezt magyarázzák breznai játékvezetőnek a kollégák. Holding, receiving team, number 56. Half the distance to the goal, first down. Közben kapjuk az információt, hogy a másik meccsen tovább zárkózott a Budapest Wolves, most már 13-12, tehát csak egy pont. Igen, 13-13, szóval sikerült az eredmény követőbe, pont az extra pont előtt kaptunk az információt, szóval kiegyenlített a Wolves Olaszországban. A Spartans pedig a saját tízeséről indíthat még egy rövid támadást. Nem lehet túl sok idő, maximum egy perc a fél időből, 14-6-os vendégvezetés. És ismét egy irányító csere. Erőfutás, Golita Zoltán és Olaj Ricsi szerelése. Ők vitték földre a 45-ös számú Dennis Pronkint. És ezzel nagyjából
6-7 yardot nyer a Spartans, ismét Pavel Voronenko egyes számmal irányító pozícióban, tehát úgy látszik, hogy ez egy ilyen konstans variálás a vendégek támadó egységében. Második és 3, ismételten egy erőfutás Pronkinnal. Ebből nincs még meg a first down. Nagyon közel lesz hozzá, de úgy tűnik, hogy lepörögtek közben a másodpercek. Vagy egy időkérés. Próbáljuk megfejteni ezt a szabálytalanságot, valószínűleg egy sideline interference szabálytalanság történt, ez 15 yardjába került a Cowboysnek. Lepörögtek a másodpercek a play alatt, tehát 14-6-os vendégvezetéssel vonulhatunk fél időre. Lesz mit átbeszélni mind a két oldalon, ettől függetlenül voltak biztató jelek is. A Cowboysnél a támadós védő oldalon egyaránt, szóval megvan a muníció, hogy visszafordulhassuk ezt a mérkőzést, de mindenképpen el kell kezdeni működni a játékoknak. Egy szűk negyed órán belül folytatjuk.
Pillanatokon belül kezdetét veszi tehát a második 24 perc a mérkőzésen, 14-6-os Spartans vezetés, és ugye a mérkőzés elejé pénzfeldobás értelmében a második félidő első labdáját a Cowboys kapja. A vendégek kirúgásához gólt a Zoltán és Jenkon Hankinson sorakozik föl hátul, hogy fogadják a labdát a saját gólvonaluk környékén. Másik mérkőzésen közben 19-19-es egál van a Bolzano és a Wolves között. Ők valamivel előrébb tartanak, illetve mi tartunk valamivel előrébb, mint ők. Ez a kirúgás az oldalvonalon hagyta el a játékteret, ez ugye szabálytalan. Golita Zoltánhoz volt közelebb, de így nem lehet visszahordani. Több lehetőség is van most a Cowboys edző stábjának, hogy mit kérjen újra rúgást vagy büntetést. Kick off out of bound, kicking team, 30-yard penalty from the kick, first down Cowboys. A saját 35-ösén kapja meg tehát. Ezt a labdát a Cowboys, és el kell foglalniuk a helyüket az oldalon a mellett álló segédeknek is. Cirók Marci elkapása is, egy óriási ugrás, nem sikerült teljesen hátugrani a cornerbacket, de hát feltérdelni a vállára az igen, és egy szép előreadás is így rögtön az első playból. Ugye láttuk azt, hogy az első fél elején is két nagyon szép támadó drive-ot vezetett a Cowboys. Az ahhoz hasonló jó védekezéseket kell majd erőltetni most is. Egy jet sweep játék, tehát egy nagyon rövid passz a fal és az irányító között Cirókoknak. Viszont sikerült benyomniuk a támadó falat a vendégeknek, tehát ebből nincs előreladás. Harmadik és három, volt egy bemozdulás, repülés a zászló, ez egy szabad játék lesz, Mészáros elkapja, és neki tud még futni, és egészen a félpályáig jön előre így a Cowboys, ez jobb így, mint hogyha büntető yardokat választanák, ugye ez körülbelül egy ilyen 8 yardos játék, a büntetés az 5 lenne, tehát szabad játékból szépen megcsinálta a Cowboys. Offside, defense 96, penalties decline, result of the play, first down. Egészen a félpályáig jön előre, tehát a hazai csapat. Első és 10 lesz. Boros Laci most egyedül a jobb oldalon, és Lehmann Albert a futó ebben az összeállításban. Cirók Marci elkapása, és nem sikerül kiosztani a blokkot. Daniel Márkot nagyon keményen betolta a rajta védekező cornerback, és ez Cirók előtt is elzárt az utat. Tehát egy yardos játék így. Ha sikerült volna valamelyik irányból megkerülni őket, akkor ott még lett volna terület legalább a first downig. Második és 9 lesz. Kicsit magas volt a snap, várjanak, ugyanakkor sikerül még átnyújtani a Lehmannnak ezt a labdát, és ebből a futásból jövünk előre 4 yardot nagyjából. Harmadik és 5 lesz. Változtatások most a támadófal felállásában. Bryce Wilson átjött a jobb oldalra. Cirók Marci onnan még passzolhat, és el is dobja ezt a labdát, de elkapni már csak az oldalvonalon kívül sikerült a vendégek játékosának. Trükkös játék tehát. A handoff után Cirók Marci megpróbálkozott még egy elkapással, illetve egy passzal. Szóval ebből a játékból nem sikerült megcsinálni. Magyar Csanád érkezik, hogy elrúgja ezt a labdát 4. és 5.
Magyar család rúgása. A 22-3 yardos vonal közelében hagyja el a játékteret, tehát egy hosszú drive-ot vezethet a vendégcsapat. Természetesen a hazaiak azon lesznek, hogy ne így történjen. Első és 10, a saját 21-es lesz a hivatalos mezőny pozíció. Meglátjuk, próbálnak-e tovább variálni támadó oldalon. Ezúttal megint csak az egyes számú Pavel Voronenko érkezik irányító pozícióba a vendégeknél. Első és 10. Futójáték, és sikerül is utat találni. Golita Zoltán robban be a lyukba, és egy sérülés. Németh Marci lassan áll föl, de mutatja a játékvezetőnek, hogy nincs baj. Csak egy kicsit hirtelen jött neki az a szerelés. Körülbelül 7 yardot hozott ez a futás. A vendégeknek a második és 3 következik a saját 29-esükről. Futójáték ezúttal a másik oldal, és Bánfi Misi lecsúszik a szerelésről, és ott is sikerül utat találni a futónak. Végül Cirkos és Jenkan Hankinson viszik le a futót, de ezzel meg lesz a first down, és jöhetnek tovább a vendégek. Egészen a 38-esig jön előre így a Spartans. Első és 10. Futójáték ismételten ezúttal a bal oldalra, ez viszont most sokkal jobban is, és Törzsök Tamás a szereléskor sikerül kiverül, és Németh Marci fölveszi a labdát a földről, és befut vele, de a játékvezető mutatja, hogy lent volt. Egészen biztosan megmarad a labda a Cowboysnél, ebben kapcsolatban nincs kérdés, azt hiszem, ha csak nincs egy szabálytalanság. Érdekes módon egyelőre nem adják meg ezt a labdát a Cowboysnek. Ugye Törzsök Tamás szedte ki ezt a labdát. Igazán nem tudom mással magyarázni ezt a szituációt, mint hogy lefújták a játékosok, amikor az előreadás megállt, illetve tulajdonképpen nem is volt előreadás, szóval azt hiszem, hogy ez egy nagyon szigorú bírói ítélet. Maradt át a labda Spartansnél, és ebből a passzjátékból most nem sikerül jönni, szóval nehéz megfejteni az előző play-t, hogy miért is nem volt meg a labdaszerzés. Minden esetre most egy szabálytalanság ennek a passzjátéknak a levédekezése során. Personal foul, unnecessary roughness on the defense, 84. 15-yard penalty. Automatic first down. Úgy tűnik, hogy itt jött ki a feszültség az előző playben, mégsem megszerzett labda után. Első és 10 lesz, és ezzel már a Cowboys tér felén a vendégcsapat. Futójáték, és nem sikerül elkapni elsőre a futót. Ugyanakkor túl hosszú haladás sincs ebből a playből, nagyjából 1 yard. Szűcs Kristóf robbant be a támadó falon keresztül, de nem sikerült elkapni a bokáját a futónak. Második és 9-es szituáció lesz így. Eléggé elhúzódik ennek a labdának az elindítása. A play-action után egy középső futás. Ebből körülbelül 2 yardot sikerül menni. Dennis Pronkin 45-össel.
harmadik és ötös szituációt kell kivédekezni ebben a mezőnypozícióban. Nyilvánvalóan ez mezőnygólhoz is nagyon messze lenne, és el kellene pántolni a vendégeknek, szóval egy nagy védekezés kell a Cowboys-tól. Szűken áll fel a támadó fel a vendégek részéről. Play-action után kimozog a zsebből az irányító, és egy hosszú paszt enged el, és ahhoz van egy nagyon üresen lévő elkapó. Ivan Goloeskin 22-es számmal. Látszik az ugye a vendégeknél, hogy nagyon türelmesen kitartanak a futójátékok mellett, és próbálják felülrölni a védelmet, és ami az orosz bajnoki döntőre hiányzott, hogy ezek a hosszú passzok a sok futás után sikerüljenek, az ott most megvan, szóval ez mindenféleképpen egy komoly fegyver a vendégek támadó arzenájában, ezúttal egy futás középen, ebből is hasznos yardok jönnek a Spartansnak, körülbelül 3, hogy 4, ebből a szögből egy kicsit nehéz megítélni minden esetre. Második kísérlet következik, és nagyon közel a pontszerzéshez a vendégcsapat. Kéri az időt a Cowboys. Hazai oldalon megvan az újratervezés, második és 5-tel folytathatja a vendégcsapat, a pontszerzéshez is csak 8 yard kell, nyilván egyáltalán nem kell sehová sem kapkodniuk, második és 5, Voronenko most irányító pozícióban. Ebből a futásból nincs előre haladás, megbotlott a saját támadó falemberének a lábában, a vendégek 22-ese, ez körülbelül 5 yard veszteség, és harmadik kísérlet következik, tehát ismét egy döntés elé állíthatja a hazaiak védelme a Spartans-t, harmadik és 10 egész pontosan, nem muszáj tehát azonnal a pontszerzésre menniük, de ahhoz is csak 10 yard kell. Harmadik és hosszú, kimozog a zsebből az irányító, érkezik a nyomás, Frona Levente kergeti a vendégek irányítóját, ugyanakkor el tudja dobni a labdát, és volt is egy elkapó, de sikerül leütni előle a labdát. Ha minden igaz, akkor Jenkon Hankinson vagy Patrick Ogunji, nem tudom pontosan, valamelyik kölyük szépen levédekezte ezt a passzjátékot, és negyedik kísérlet lesz. A felállás cseréjéből pedig arra következtetek, hogy rárúgja a vendégcsapat, ezzel két labda birtoklásra tudják növelni az előnyüket, amennyiben bemegy. 30 yardos mezőngó kísérlet, jónak tűnik, de azért várjuk meg, a kézjelet így is van, 17-6-ra növeli az előnyét a Spartans, ezzel már két labda birtoklásnyi előnyben a vendégek, a kirúgás után pedig támadhatunk újra. A Wolves és a Bolzano Giants mérkőzése, ha jól tudom, pillanatnyilag fél idő van, és 19-19-es egál, szóval valamivel szorosabb a mérkőzés, mint itt. Minden esetre itt is rengeteg idő van még hátra, szóval
bármire elég lehet. Tudjuk azt, hogy a vendégeknek is csak egy-két nagy játékból sikerült megcsinálni az első két pontszerzést, szóval mindenféleképpen azon lesz a hazai csapat is, hogy offenszben elkezdjenek működni a dolgok. Jankon Hankinson és Golita Zoltán várják ezt a kirúgást hátul. Jankon Hankinson felé száll ez a labda, az endzomból indul a visszahordás. 20 yardig érintés nélkül megy előre, és 25-6 környékén kilép az oldalvonalon, tehát jobb visszahordást hozott az olyak légiósa, mint hogyha engedte volna a touchbackre pattogni ezt a labdát. Saját 26-osról indíthatja meg a támadást a Cowboys, első és 10 következik. Az elkapó állományban továbbra sincsenek cserék, Mészáros, Cilók és Dániel és Boros. Ebben az összeállításban futó pozícióban pedig Vakarcs Gergő, első és 10. Passzjáték a szélre, Cilók Marci elkapása, és azzal lehet még menni. Jó blokkokat is kapott Cilók. Körülbelül 6 yardot ért ez a játék a Knobelsnek. Második kísérlet. Több is, mint gondoltam. Második és 3 lesz. Passzjáték Boros felé, és nem sikerül megtennie a lépéseket visszafelé. Valószínűleg inkább a passz mehetett rossz helyre, mint sem Boros, viszont harmadik kísérlet következik, és meg kell csinálni, hogy életben maradjon ez a drive. Harmadik és 3. Neki lódul, várja, aztán kipocinti oldalra Vakarcsnak. Előtte viszont elzárják az utat, és a befele vágás már nem hoz további yardokat. Körülbelül fél yardnyi előrehaladás ebből a játékból. Negyedik és rövid, és pantolni kell. Itt nem kockáztatja meg a Cowboys, hogy elveszítenék a labdát. Negyedik és 1. Ferkecset mutat a visszahordó, ugyanakkor elejti a labdát, ott meg kell neki mentenie. A saját 31-esén kezdheti meg a támadást a Spartans, sőt 30. Védekezhet tehát a hazai csapat. Első és 10. Pavel Voronenko irányító pozícióban, play action után. Egy futás a fullbacktől. 4 yardot hoz nagyjából. Törzsök Tamás és Cirkus Dániel szerelését láthattuk. Második és 6-7 lesz. Play action után egy passzjátékhoz néz körül az irányító, és két védő zavarja egymást. Golita Zoltán és Jankon Hankinson személyében, hogy meglenne az interception.
Minden esetre leütött labdának is jó lesz az. Harmadik és hosszú szituáció következik, ki kell védekezni, tehát hogy pantoljanak a vendégek. Ugye hivatkoztunk már sok alkalommal erre a bizonyos orosz bajnoki döntőre. Azt mondhatom, hogy majdnem pontosan ugyanezzel a játéktervel indult neki ennek a mérkőzésnek, és a Spartans az egyetlen különbséget az a néhány jól működő hosszú passz jelenti. Ennek nyoma sem volt az orosz döntőn. Nem lenne jó, hogyha ezen a mérkőzésen tudnák érvényesíteni ezzel az akaratot. Futójáték nincs meg ezzel a futással, first down. Negyedik és egy lesz, egész pontosan. Punt felállást láthatunk, de egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy esetleg megpróbálják a vendégek ezt az egy yardot valamilyen módon megtenni. Volt rá példa ezen a sokat hivatkozott mérkőzésen, hogy megpróbálták megfutni a pantot, de nem sikerült nekik, ezúttal viszont elrúgják. Jacon Hankinson úgy dönt, hogy nem hord vissza, így viszont nagyon mélyről, hát 15 yard környékéről kell majd elkezdeni a következő támadást a Cowboysnek. 11-12 nagyjából, ebből a szögből egy kicsit nehéz megmondani, szóval hosszú drive kell a hazaiaktól. Első és 10 lesz. Első és 10, és ebben a drive-ban egy irányító cserét láthatunk a Cowboys-től. Cirók Marci kapja ezt a snappet, ugyanakkor minden bizonyára csak egy egyszerű play volt, Vári Tamás érkezik vissza. Cirók Marciét egyébként Zax Norbi foglalta el az elkapók között, és minden bizonyal visszacserélnek ebben a play-ben. Vári érkezik behívni ezt a játékot. Második és 9 lesz. Jó, megvédik most Várit, aztán mégiscsak átjön egy védőfalember. Fel tudott lépni a zsebbe, de pont így lépett le a blokkról a vendégek védője. Nagyon minimális, pozitívban vitték le Várit, de harmadik és hosszú szituáció következik. És ha minden igaz, akkor a térfélcserével az is kiderül számunkra, hogy ezzel jött véget a harmadik negyed, tehát 17-6-os vendégvezetéssel fordulunk az utolsó 12 percre. Támadhat a Cowboys, de harmadik és hosszú szituáció következik, szóval szorult helyzetben a hazai alakulat. A másik mérkőzésen épp hogy csak elkezdődött a második félidő, és továbbra is 19-19 a Wolves és a Bolzano között. Itt pedig 12 perc áll rendelkezésre, hogy fordítsanak a Bills. Harmadik és 9. Vári passza, Cirók elkapása, és kőkeményen összeütközik a sisak tetejével két orosz védő. Szerencsére Cirókot elkerült ez az ütközés.
Három yardot hozott ez a játék, de negyedik kísérlet következik, és megint csak el kell pantolni a hazai részről. Ugye ez egy 11 pontos hátrány, ez azért nem olyan borzasztó sok, főleg, hogyha azt is figyelembe veszünk, hogy az első vendég TD-re milyen gyorsan sikerült reagálni, de az biztos, hogy el kell kezdenie működni a támadásban a dolgoknak, szóval egy villámgyors védekezés után vissza kell kapni a labdát, és kihasználni ezt a maradék 12 percet. Magyar családnak egy kicsit magas volt a labda, de el tudja még rúgni. A visszahordás pedig a félpályán belülről körülbelül 5 yardnyit hoz. Az ellenfél 44-45-ese környékén kezdheti meg a támadást a Spartans. 49-nek is jó lesz az, szóval a félpálya közeléből minden esetre első és 10 lesz. Pavel Voronenko egyes számmal az irányító, ezúttal egy erőfutás, nagyon komoly lendületet vett a fullback, és azt mutatják a Cowboys játékos, hogy a szerelés közben kiesett a labda, és ápolást szeretnénk kérni a pályára. Lemarad az egyik orosz játékos, ha minden igaz, akkor a futó 45-össel a jobb térde környékére mutat. Felsegítik a sérült játékost, tapsot kérünk, jobbulást kívánunk Dennis Pronkinnek. 3 yardot hozott ez a játék, és hát egyelőre nem tudjuk, hogy mi igaz abból, amit a Cowboys játékosai mutogattak, hogy sikerült van megszerezni a labdát, hogy nyilván látnak már sorcserét, hogyha ez így lenne, szóval marad a védelem a pályán, második és hosszú. Meglátjuk, hogy Pronkin vissza tudta térni a mérkőzésbe, ugye az eddig legtöbbet használt futója a vendégeknek, ezúttal ismét egy futás, ezzel meg lesz a first down. Iván Volkin 10-es számmal, az ő nevét még nem mondtuk ezen a mérkőzésen, de ő is egy aránylag sokat használt játékosa a vendégeknek. Az orosz bajnoki döntőn egy trükkös játékból a szélre kipasszott screen játék után egy hosszú paszt is bemutatott. Szóval oda kell figyelni rá mindenféleképpen a vendégek tízesére. Első és 10 lesz a Cowboys 33-asán. A vendégcsapat hosszú passz, és ehhez szabálytalanul fogják vissza a vendégek elkapóját. Jenkon Hankinsonra dobják ezt a labdát. A 11-es számú Jácsunenkót fogta meg, mielőtt odaért volna a labda. Pass interference, defense, number 31. 15 yard penalty, automatic first down. 15 yardjába. Defensive pass interference on number 21. Azért ne legyünk félreértésben azzal kapcsolatban, hogy teljesen mindegy, hogy ki volt a szabálytalanság, szóval 15 yard, és a 20-ason belülről folytatja a támadást a Spartans. Első és 10 lesz. Bemozdulás a falban, de úgy tűnik, hogy nem lépték át a line of scrimmage vonalát, ezért nem repültek zászlók. Ebből a futásból 0 yardot hoz a Spartans. Második és 10-zel folytathatják.
futójáték a jobb oldalra, és ezt sikerül levédekezni. 3 yardot így is hoznak, van egy szabálytalanság. Bánfim is mutogatja a társainak, hogy ez egy holding lesz. 2 yardot hozott ez a játék, szépen túlodott a linebacker, és zárta el a területet a futó előtt. Halljuk a játékot. Illegal block in the back, offense number 50. 10 yard penalty, repeat second down. Hátulról történő blokkolás, tehát a szabálytalanság. Ez 10 yardjába kerül a Spartansnak, tehát nincs előrehaladás, van azonban büntetés. 20 yard kell a first downhoz, és 29 a touchdownhoz a vendégek részéről. Második és 20. Második és 20. Ismételten motionben Maxim Kicskin 49-essel, play action után egy hosszú passz, Golita Zoltán interceptionjével viszont átkerül a labda birtoklása Kábeszhez, és lehet ezzel a labdával még menni. Golita Zoltán egészen a 35 yardos vonalig kihozta ezt a labdát, és nehezen tápászkodik fel egy Spartans játékos. Apró sérülés a vendégek 79-esénél, el tudja hagyni a pályát a saját lábán. Szergej Pilukó, jobbulást kívánunk. Golita Zoltán második interceptionje a mérkőzésen, tehát visszakerül a labda a Cowboys-hez, és nagyon reméljük, hogy visszakerül az a bizonyos momentum is. 11 pontos hátrányt ledolgozni, van még idő, tehát kapkodni nem feltétlenül kell, de egészen biztosan végig kell tudni menni a pályán. Első és 10. Passzjáték, Daniel Mark elkapása félpályánál, és egy szép szerelés. Daniel Mark fájlalja a bal lábát, a csípő környékére kapta az alacsony blokkot, és át tudott fordulni a vendégek játékosán. De úgy tűnik, hogy még lent volt a lába földön, és mereven találta el. A bal lábához nyúl Daniel Mark, úgy tűnik, hogy rajta volt még a súly azon a lábon, amikor kapta az ütést. A bal térde környékét vizsgálják Danielnek. Segítséget hívnak az oldalvonal mellő, hogy lesegítsék Dánielt a pályáról. Felsegítik Daniel Markot, jobbulást kívánunk. Ketten támogatják le a pályáról, reméljük, hogy nincs sérülés, illetve nincs súlyosabb sérülés, mint amilyennek látszik. Ugye láttuk az U19-es bajnoki döntőn is, hogy Daniel Markot elég sokat kellett ápolni, elég sok ehhez hasonló játék után maradt lenne, de mindig vissza tudott térni a mérkőzésbe, és hát ugye a rúgásai döntőnek bizonyultak. A mai visszatérés tettő függetlenül nem feltétlen kell erőltetnie, a helyét Zax Norbert veszi át az elkapók között. Reméljük, hogy fel tud épülni ebből a sérülésből. Első és 10 lesz. Boros Laci elkapása, illetve nem elkapása. Nagyon jó helyre ment ez a labda Váritól a hátsó vára. Ekkor Boros nem tudta megszorongatni a labdát kellően. Nincs tehát meg ez a passzjáték. Második és 10. Nagyon gyorsan kell végrehajtani ezeket a passzjátékokat, mert azon a területen nagyon jól osztja fel a pályát a vendégek védelme, és számíthat arra az elkapó, hogy azonnal fogja kapni az ütést. Lehman Albert futása 4 yardért körülbelül, viszont harmadik és közepesen hosszú szituáció következik.
kevesebb lesz az, mint 4 yard. Bemozdulás a falban, de erre sem repül zászló. Viszont egy interception születik, egy magasan felívelt labda Cirók felé rövidnek bizonyul. Volt egy bemozdulás, de minden bizonyal nem lépte át a védő a line of scrimmage vonalát, tehát nincs így szabálytalanság, ami megmenteni a Cowboys-t a labdavesztéstől, tehát interception okán visszakerül a labda a Spartanshoz, a saját 35-ösükről támadhatnak, és kezdhetnek el a hátralévő idővel foglalkozni a következő drive-ok felépítése során. Első és 10. Futás középen, és ott egy óriási terület nyílik. Sebességből nem sikerül utolérni, amíg végigmegy a pályán a vendégek játékosa. Golovashkin 22-essel. Egy szélső futás a fal bal oldalán. Ismételt touchdown a vendégeknél. Hogyha jól számolom, akkor 23-6-ra növeli az előnyét a vendégcsapat, és az extrával hozzátehetnek még egyet. Egyértelműen Golovashkin a vendégek MVP-je ezen a mérkőzésen. Szép futás. Jó a rúgás, de van egy szabálytalanság, meglátjuk, hogy hol a játék után repült a zászló, tehát valószínűleg olyan büntetést látunk, amit majd a kirúgás után érvényesítenek, feltéve, hogy nem Spartans oldalon történt ez a szabálytalanság. Hallgassuk a játékvezetőt. Personal foul on the defense, number 58, roughing the snapper. The penalty, 15 yard, will be enforced on the kickoff. The result of the play. Így is van, tehát egy hazai szabálytalanság, amit majd a kirúgás helyéhez adnak hozzá egész pontosan. Touchbackre rúgja ezt a labdát a vendégek játékosa, a saját 20-asáról kezdheti meg a támadást a Cowboys. Van közben egy részeredményünk is a másik meccsről, 25-19-re szerezte meg a vezetést a Bolzano, tehát ismételten az olaszok vezetnek a Wolves ellen. Első és 10 a saját 20-asáról támadhat a Cowboys. Biztosan nem jelenthetjük még ki, hogy a szépítésért, de ez a passzjáték nincs meg. Úgy tűnik, hogy sikeres volt ez a passz, tehát screen játékból yard veszteség, második és 14-re romlik a Cowboys mezőny pozíciója. Megint csak passzjáték, fellép a zsebben Vári, onnan már nem passzolhat, Vári megfutja.
És egy nagyon durva játék utáni ütközés. Repült is a zászló, és meglátjuk, hogy Vári megsérült-e egyelőre, nem tud felállni, de... Várítom, ennek a nyakát vizsgálgatják. Egyáltalán semmi szükség nem volt már erre az ütközésre itt a végén. Lent volt Vári, és nincs is meg a first down ebből az irányító futásból. Nagyjából hatot hozott ez a futás, ugye ez egy read option volt, tehát jól fogták a célpontjait. Úgy döntött, hogy inkább megfutja. Tapsot kérünk, jobbulást kívánunk Vári Tominak, reméljük, hogy nem sérült meg néhány playre, egész biztosan lemegy majd. Most a unnecessary roughness, offense, number 14. Third down, half the distance to the goal. Hát ez egy fura dolog, szóval valószínűleg valamilyen bosszú hadjáratra dobták. Vári sérülése és még egy büntetés is. Harmadik és 20-ra romlik a büntetőjárdok kiszámítása után a Kábes mezőny pozíciója is. Ezúttal valószínűleg Cilók Márton áll majd beirányítani, ezúttal kényszerből. Harmadik és 20. Ezt a labdát nem sikerül szabályos keretek között elindítani, valószínűleg lejárt az óra. Day of game, offense, 15. Five-yard penalty, still set down. Harmadik és 25 lesz utána a büntetés után. Cirok helyét Zax Norvi veszi át az elkapó sorban. És középen megnyílik a terület, Cirok Marci úgy dönt, hogy lábon oldja meg, és sikerül is kimozogni az első szerelés. Nagyon közel lesz a first downhoz, és ott kap is egy jó blokkot Cirok, amivel sikerül életben tartani ezt a drive-ot. Gyönyörű nagyjáték Cirok Marcitól. És jól látom, enyhe sérülés is a szerelés következében, de fel tud állni a vendégek játékosa. Életben maradt tehát ez a drive, egy igen veszélyes szituációból indult meg Cirók. Első és 10 lesz, és kikérik az időt a vendégek. Time out, Spartans, first team time out. The remaining time from the game is 5 minutes and 55 seconds. 5 perc 55, tehát a hátra lévő idő. Első és 10 lesz Zax a motionben, play action után egy irányító futás, és jó blokkot kap Mészárostól Cilók, utána viszont elzárják előtt a területet. 3 yardot hozott ez a futás,
és megy az óra. Tizennyolc pontos hátrányt kellene így a maradék 5,5 percben ledolgozni. Azt hiszem most már lassan kijelenthetjük, hogy csak a szépítésért támadunk. Nézzük ezt a játékot, utána majd beszélhetünk még egy dologról, ami itt viszont fontos lehet. Második és 8, Cirók passza, és jó az elkapás. Boros Laci elkapásával megvan a first down, és lemarad egy moszkvai. Nem kérnek ápolást a vendégek. Átjutott a félpályán ezzel a hazaiak offense, első és 10 lesz a 48-9 yardos vonaltól. Első és 10. Mészáros és Zax most a hozzánk közelebb eső oldalon, Habermeyer és Boros a túloldalon, két Titan tehát. Első és 10. Lehmann Albert most futó pozícióban. Cirók hosszú passzhoz néz körül, de nem talált szépet, ott ki kell mozogni a zsebből, onnan még eldobhatja Mészáros elkapása, és ketten csimpaszkodnak Mészáros Marcival, nem lesz elkapás, azt hiszem, hogy egy szabálytalanságot próbál kiharcolni a vendégek védője azzal, hogy próbálja fölidegesíteni Mészáros, de hát ezzel nem jár sikerrel. Fő a hidegvér, tehát ha második és 3 lesz a mezőny pozíció. Passzhoz néz körül a Cirók, és összeomlik körülött a zseb. Ez egy szek. 7 yardot veszít ezzel a Cowbells. Harmadik és hosszú szituáció következik. És a másodpercek is pörögnek tovább. Nyilván ez a vendégek érdeke elsősorban. Harmadik és 9 lesz. Cirók passza Lehmann felé oldalra, nagyon mélyen kapta ezt a labdát, és szednie kell a lábát, meg ahhoz is, hogy egyáltalán nulla yardon kilökjék. Körülbelül egyet sikerült végül hozzátenni, szépen felgyorsult Lehmann, de negyedik és nagyon hosszú szituáció következik, és el lehet gondolkodni azon, hogy neki menjenek esetleg, ugye nyilván a hátra jövő idő és az állás és a pályán elfoglalt hely is tulajdonképpen klappol ehhez, tehát meg lehet próbálni negyedikre, esetleg szabálytalanságot kiharcolva, az viszont ezúttal nincs. Zax Norbi nagyon üresen volt, és az elkapás az is kevés hiányzott, viszont nincs meg, tehát visszakapja a labdát a Spartans, és minden bizonnyal próbálkoznak majd, hogy égessék az időt, és befejezzék ezt a mérkőzést, maradt tehát a 24-6. És igen, tehát nem tudni hány drive-ot vezethetnek még a vendégek, illetve a hazaiak is ezen a mérkőzésen, de itt érdemes fölemlegetni dolgot. Nem vagyunk kifejezetten babonásak, de eddig a három korábbi CFL-beli részvételhez az is hozzátartozott, hogy az utolsó CFL mérkőzés mindig egy vereség volt, ami után viszont HFL alapszakasz mérkőzést már egyszer sem veszítettünk, szóval aki hisz az ilyesmiben, annak még ez egy hasznos információ lehet, tehát az eddigi három CFL szereplés után, amikor visszatértünk a HFL-be, utána már egyetlen egyszer sem veszítettünk alapszakasz mérkőzést, csak döntőt vagy elődöntőt, szóval minden ilyen vereség után jó sorozat kezdődött, reméljük, hogy idén még akkor is, hogyha rengeteg meccs van hátra a HFL-ből, ez szintén szerencsét hoz majd. Most második és 11 következik, és az előzőség pálya közepén véget ért játék volt, tehát most is mennek a másodpercek, második és 11. Futójáték, abból nem nagyon van előadás, maximum egy fél yard. Róna Levente és Cirkos Dániel és Oláricsi csinálják meg a szerelést, és most egy időkérés. Time out, Cowbell, second team time out. The remaining time for the game is 2 minutes and 24 seconds.
2:24, tehát a végéig második időkérés a hazaiaktól, és ugye nyilván a 2-minute warning még egy extra óra megállítás, de ennek túlságosan nagy jelentőség ezen a meccsen már nem lesz. Második és 11. Harmadik és 11 következik, a szokásos szűk felállás a vendégektől, és jól látom, akkor egy újabb irányító cserét láthatunk, ezúttal a 8-as számú vendégjátékos nem szerepel a rosteremen, de túl sok dolga már nem lesz ezen a mérkőzésen, neki se. Egy yardot hoz ez a futás, és negyedikre elpántolhatja a vendégcsapat. Valószínűleg a 2-minute warningig is elérünk ebben a pillanatban. Time out, Cowboys. Third and last team time out. The remaining time for the game is 2 minutes and 18 seconds. 2:18, tehát nem várták meg a 2 percig történő lepörgést hazai oldalon, viszont nincs már több időkérés. Lapos, de hosszú pánt a vendégektől, a 18 yardos vonal közelében hagyja el a játékteret, és hát egy bő 2 perce van még a Cowboysnek támadni a szépítésért. Vári Tamás úgy tűnik, hogy nem tér már vissza a mérkőzésbe, Cirok Marci érkezik az offenz élére. Első és 10 lesz a saját 19-eséről. Kimozog a zsebből Cirok, de továbbra se talál célpontot, eldobja a labdát, de kilokik az oldalvonalon. Two-minute warning, the remaining time for the game. It's 1 minute 58 seconds. A play során tehát áthaladtunk a 2 perces határon. 1:58 tehát a maradék idő. Második és 10 lesz a saját 18-asán a Cowboys. 24-6-os vendégvezetés. Mészáros bemutat még egy elkapást, ezzel nem lesz meg a first down, maximum nagyon közel lesz hozzá. Harmadik és 1-es szituáció. Esetleg egy QB snake-kel meg lehet csinálni, de lesz még egy szabálytalanság, és meglátjuk melyik oldalon. Personal foul, offense, chop block, number 10 and number 72. Half the distance to the goal, still second down. Ketten blokkoltak egy védőt, tehát alul és fölül, ez ugye szabálytalan, rendkívül sérülék és veszélyes. Ez ugye ezúttal csak 10 yardjába kerül a Cowboysnek, ugye megfelezték a távolságot. Második és hosszú szituáció. Cirok futása nem hoz yardokat.
az irányváltás lelassította a Cirókot, és ezért be tudott mozogni a szélső védőfalember. Harmadik és 20 következik, és pörögnek a másodpercek. Harmadik és 20. Cirók passza hosszan, Borosnak túl magas. Nincs meg tehát, és a sikertelen passz miatt ugye megáll az óra. Negyedik és 20 következik, és átrugja ezt a labdát a vendégeknek. Magyar Csanád, ők minden bizonnyal kitérdelhetik már a maradék időt. Hazai oldalon ugye nincs már időkérés, és ugye 2 minute warningon is túl vagyunk, tehát be lehet fejezni ezt a mérkőzést. Magyar Csanád rúgása az endzomban, nagyon közel értek hozzá, de még sikerült átrúgni a labdát, és a Cowbell szempontjából jó irányba pattan. Megpróbálkoznak egy visszahordással, de azonnal ott van a védő. Jenkvan Hankinson a visszahordón. A Cowbells 45-ese környékére teszik le a labdát, 47-re egész pontosan, és jöhet vissza a Spartanson. You will take a signal, first down, Spartans. Minden bizonnyal. Láthatunk egy térdelést a vendégektől, vagy legalábbis valószínűleg. Irányító futás, és Bamfinishi szek, és kiharcol egy intentional groundingot is én szerintem, de előfordulhat, hogy úgy ítélik, hogy volt elkapó a területen. Sikertelen paszt mutat a játékvezető, tehát nincs szabálytalanság, ugyanakkor itt áll az óra. Azt hiszem, hogy térdelnie kellene most már a vendégeknek, egyáltalán nincs mit bizonyítani, nincs időkérés hazai oldalon. Második és 10, és ami nem igaz, lepörgött az óra közben. Elég hosszan nyújtották a labda elindítását. Delay of game, offense, number 8, 5-yard penalty, still second down. 5 yard jobb hátrébb, megpróbálhatják még egyszer, reméljük, hogy most már térdelést láthatunk. Mindenfajta nyomásgyakorlás nélkül persze természetesen. Második és 15. Irányító futás, illetve passz, és van is egy szabad elkapó, Patrick Ogunji kőkemény szerelése, és a pályáról nem sikerül kilépni, ugyanakkor volt egy komoly szabálytalanság is.